Boldog szombatot kívánni mindenkinek! Köszönjük, hogy eljöttetek a mi gyermek szombatiskolánkhoz. Én vagyok a Tomi bácsi, és ez a kis angyalka. Énekeljük, hogy én kedve jövök szombaton. Amielőtt elkezdünk, imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, köszönjük, hogy adtad nekünk a Bibliát, hogy tanulhassunk rólad és a mennyországról. Kérjük, Urunk, hogy áldjad meg minden egyes gyermekedet, hogy megértsük a mai Biblia leckét. Köszönjük, hogy szeretsz minket. Amen. Énekeljünk, hogy Urunk, hogy Isten szeret minket. Oké. Isten szeret minket, szeret minket, szeret minket. Örülünk, hogy Isten szeret minket, szeret engem. Örülünk, hogy Isten szeret minket, szeret minket, szeret minket. Örülünk, hogy Isten szeret minket, szeret engem. Oké, a mai Biblia történetünk címe: Jézus lecsendesíti a vihart. Egy napon, amikor Jézus ezen a földön élt, nagyon elfáradt. Egész nap az embereknek segített, és tanította őket a mi mennyei atyánkról és a mennyországról. Jézusnak pihenni kellett, de az emberek nem akarták, hogy abba hagyja a tanítást. Végül eljött az idője, hogy Jézusnak meg kellett állnia. Hamarosan sötét lett. Az emberek visszamentek otthonaikba. Jézus egy gyönyörű, nagy tóparton tanított. Egy csónakba ült, amely az egyik tanítványai volt. Jézus azt mondta, menjünk a csónakkal a túlsó partra. A tanítványok beszálltak a csónakba. Jézus végre megpihenhetett. Lefeküdt a csónakba. A csónak finoman ringatózott, és Jézus gyorsan elaludt. Miközben a tanítványok csendesen eveztek a csónakukkal a tavon. Aztán hirtelen erős szél kezdett fújni. Nagyon fényes villámok cikáztak az égen. Hangosan dörgött az ég. Eleinte csak néhány esőcsepp esett, aztán egyre több. Végül elerett az eső. A szél olyan erősen fújt, hogy a csónak majdnem fölborult. A hullámok becsaptak a csónakba. A tanítványok gyorsan vödröket ragadtak, amilyen gyorsan csak tudták, kimerték a vízt a csónakból. A tanítványok tudták, hogy a csónaknak nem szabad megtelni vízzel, mert hogyha megtelik, akkor el fog süllyedni. A tanítványok folyamatosan eveztek, de a hullámok egyre nagyobbak és nagyobbak lettek.
tanítványok biztosak voltak, hogy a csónak el fog süllyedni. A tanítványok nagyon féltek. A tanítványok egészen megfeledkeztek Jézusról. Aztán hirtelen eszükbe jutott. Hol van Jézus? Kérdezték. Az egész viharon egyszer se látták. Aztán egy nagy villám villant az égbolton. Ott a villamlás fényében a tanítványok meglátták Jézust. Mélyen aludt a csónak hátsó részén. Jézusunk, ments meg, különben meghalunk, kiáltották a tanítványok. Jézus kinyitotta a szemét, érezte a szelet és az esőt, látta a villámlást és hallotta a mennydörgést. Jézus látta, hogy a hullámok megtöltik a csónakot vízzel. A csónak már majdnem felborul, de Jézus nem félt. Jézus felállt, és a kezét a szelek és a hullámok felé kinyújtotta. Mit mondott Jézus? Olvassuk el Márk 4. fejezetbe és a 39. versbe. És felkelt, megdorgálta a szelet, és azt mondta a tengernek, hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lett nagy csendesség. Három kis szó. Jézus csak ennyit mondott, de a villámlás, a szél, az eső és a hullámok mind engedelmeskedtek neki. Azonnal elmúlt a nagy vihar. A csónak ismét csendesen ringatózott, miközben a tanítványok a partra eveztek. Jézus nem félt a vihartól. Tudod miért? Mert ő bízott az ő mennyei atyában. Jézus tudta, hogy Isten meg tudja őket őrizni. A tanítványok féltek, amikor jött a nagy vihar. De a vihar után Jézus emlékeztette őket, hogy nem kell félniük. Jézus azt akarja, hogy mi is bízzunk benne. Kérjük meg Jézust, hogy segítsen benne bízni? Igen. Akkor mondjuk most az aranyszövegünket. Aztán. Azt mondta. Hallgass. Némulj el. Némulj el. Ügyes. Márk 4, 39. vers. Márk 4. 39. vers. 39. vers. Oké, ügyes. Imádkozzunk akkor. Drága mennyi atyánk, köszönjük, hogy adtad nekünk ezt a történetet. Kérjünk, hogy segítsél, hogy mi is bízunk benned, akármi történ. Kérjük, hogy segítsél, hogy hozzád forduljunk segítségért, amikor jönnek a viharok az életünkbe. Mindezt a Jézus nevébe kérjük. Amen. Most énekeljük, hogy ó, hogy szeretem Jézust! Szeretett engem.
ez osztályunknak vég. Az osztályunknak vége, de jövő héten látunk. Viszlát, viszlát, léhű és kedvesek. Az osztályunknak vége, de jövő héten látunk. Viszlát, viszlát, léhű és kedvesek. Viszlát, viszlát, léhű és kedvesek. Sziasztok!